Köszöntöm nézőinket, önök a Tolna Tej televízió híradóját látják, Sajhó Zénó vagyok. Fő témáim néhány mondat van. Bátrak ligája, honvédelmi verseny Dombóváron. Jó tanuló, jó sportoló, a kiemelkedő teljesítményeket díjazták Tolnán. Megváltozott forgalmi sávok, torlódások miatt volt szükséges az intézkedés. Fénylő ablakok nyílnak, világító adventi kalendárium. Honvédelmi verseny tartott Dombóváron a Bátrak Ligája Honvédelmi Sportszövetség. A rendezvényen részt vett Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke, Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár és Pintér Szilárd, Dombóvár város polgármestere. 8 iskola mérettette meg magát végül a 3 legjobb állhatott dobogóra. Az összes résztvevő csapatot jutalmazták. A Honvédelmi Sportszövetség Bátrak Ligája elnevezésű versenye Dombováron és Tolna vármegyében is először került megrendezésre az MMS Eszterházi Miklós Technikum és Kollégium Buzánszky Jenő sportkomplexumában. Az országos versenysorozat a városi és a térségben működő oktatási intézmények csapatainak részvételével zajlott. 43. alkalommal rendezi meg a Honvédelmi Sportszövetség ezt a versenyt. A célunk az, hogy a felső tagozatos általános iskolásoknak adjunk egy olyan lehetőséget, amellyel megismerhetik még jobban önmagukat. Sajátos akadályverseny ez, hiszen egy kicsit ilyen katonai jellegű, és a jelleget azt még inkább fokozza, a katonai jelleget az, hogy a kadétiskolásokat is ide hívjuk, akik segítik a versenynek a lebonyolítását. A szövetség 5 évvel ezelőtt hozta létre a versenysorozatot a 7. 8. osztályosok számára. Az akadályversenynek fontos szerepe van a honvédelmi előképzésben, mindemellett a sport által a fiatalok akaratereje, fizikuma és állóképessége is fejlődik. A vetélkedő alatt a résztvevők a sportlövészetet, vívást, íjászatot, evezést, RC-tankvezetést, valamint egy autószimulátort is kipróbálhattak. Örülök annak, hogy egyáltalán megfogalmazódott a vetélkedőnek az ötlete. Egyébként ez is Simicskó István volt miniszter urat dicséri, most frakcióvezető a KDNP-ben, és örülök annak is, hogy 10 csapat itt volt, illetve sok néző. Talán a résztvevők, a nézők is kedvet kaptak egy kicsit a katonai életmódhoz, arra, hogy esetlegesen továbbtanulásukat majd kadétiskolába vagy katonai területen folytassák. A 2 legjobb csapat tovább jutott az országos versenyre, majd ott képviselhetik a várost. A dobogó 3. fokára a József Attila általános iskola 1-es számú csapata, a 2. az I.S. Gyula gimnázium csapata állhatott, míg a győztes a Szent Orsolya Bencés iskola központ csapata lett. A Szolidaritás Autóbusz Közlekedési Szakszervezet december 10-ére és 11-ére munkabeszüntetést hirdetett a Volánbusznál, arra hivatkozva, hogy 2024-re még nem született bérfejlesztési ajánlat, közölte a vállalat. A Volánbusz a sztrájk tervezett ideje alatt biztosítja az elégséges szolgáltatásokat. A várhatóan nem közlekedő járatok listája a közlekedési társaság honlapján érhető el. A Volánbusz jelezte, az elégséges szolgáltatás keretében az első nap a járatok 80, a második nap pedig az 55%-a közlekedni fog. Ez azt jelenti, hogy a 2 nap során összesen mintegy 23 ezer kieső járattal terveznek országszerte. Díjazták a legjobb tolnai tanulókat és sportolókat. Az elismeréseket Appelshofer Ágnes, a település polgármester adta át a Magházban. Díjátadót rendeztek Tolnán. A legeredményesebb sportoló elismerést az kapta, aki 2023-ban országos bajnoki címet, illetve Európa-bajnokságon vagy világbajnokságon érmet szerzett. A kitüntetettek között volt kajakkenus, sakkozó, karatés, sárkányhajós és ritmikus gimnasztikában versenyző is. A jó tanuló, jó sportoló díját az a tolnai fiatal nyerhette el, aki mindkét területen kimagaslóan teljesít. Appelshofer Ágnes, a település polgármestere elmondta,
Fontos megünnepelni a helyi sikereket. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen remek eredmények születtek a városban, sporteredmények és tanulmányi eredmények is, és mi azon vagyunk, mint Tolnavárosi Önkormányzata, hogy amennyit mi hozzá tudunk tenni ehhez, azt tegyük hozzá, akár a sportegyesületek támogatásával, akár az infrastruktúrák javításával, hiszen a közeli és kicsit távolabbi jövőben elég sok sportfejlesztés lesz a városban. A jó tanuló, jó sportoló díjat hárman kapták meg. Acsádi Petra, a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium 11. osztályos diákja, karatézik és focizik. Tanulmányi eredménye a 2022-23-as tanévben kitűnő volt, 9 tantárgyból kapott dicséretet. A versenyző magyar válogatottságig is eljutott. Elmondta, nagy büszkeséggel tölti el, mikor hazáját képviseleti. Hozzátette, a sportban a harciasság és az összeszedettség két nagyon fontos tényező. Hát szerintem mindig hatalmas érzés, hogyha fel tudom venni mondjuk a címeres mezt, vagy a magyar válogatottnak a színeit tudom képviselni, és engem ez nagyon nagy büszkeséggel tölt el, és mindig úgy megyek oda, hogy meg szeretném mutatni azt, amit tudok. Kis Gréta Anett szintén a Tolnai Gimnáziumban tanul, sportolóként a nagypályás labdarúgásban és futszálban szerzett országos bajnoki érmeket. Elmondása szerint a versenyszintű sportolás mellett egyenlő mértékben oda kell figyelni a tanulmányokra is. Én úgy vagyok vele, hogy női sportolóként én ebből nem fog tudni megélni fociban legalábbis, nincs benne annyi pénz, és én nem is tenném rá föl az egészet, mert van egy adott idő, amíg el lehet menni, addig sportolok, utána már nem fog tudni, ez mellett kell egy olyan szakma is, amit ez kiegészíti ezt az egészet. Az eseményen összesen 11 sportolót és tanulót díjaztak. Ingyenes képzések indulnak mikro, kis és középvállalkozásoknak. A cél, hogy a megszerzett ismeretek segítségével aktív szereplőivé váljanak a közbeszerzési piacnak, mondta a miniszterelnökség közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkára. Kretter Diana kiemelte, a projekt 408 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból valósul meg. A képzés 4 modulja magában foglalja az ajánlattétel a jogorvoslattal, a közbeszerzési szerződések teljesítésével és az elektronikus közbeszerzési rendszer használatával összefüggő legfontosabb ismereteket, tájékoztatott a helyettes államtitkár. A korábbi torlódások miatt átalakították a forgalmat a Szent László utcában, Szekszárdon, a volt Skála épülete mellett. Az eddigi egy helyet most már 2 sáv biztosította a balra kanyarodáshoz. Az egyik legforgalmasabb Szekszárdi útszakaszon, a Szent László utcában a balra kanyarodó autók miatt rendszeresen forgalmi dugók alakultak ki. Máté Péter, önkormányzati képviselő elmondta, ezeket a torlódásokat szerették volna megszüntetni, ezért festettek fel egy újabb balra kanyarodó sávot. Hozzátette, a jelzőtábla is hamarosan elkészül. Első reggelen itt voltam, és megnéztem, amikor éjszaka festették fel ezt a forgalmi sávokat, megnéztem, hogy hogyan reagálnak az autósok, és kicsit furcsálották, de mindenki beállt a belső sávba is, mivel sokkal gyorsabban kiürül, és egy zöld ürítéssel ürült egész reggel a lámpa. 7 órától a csúcsforgalomban, 7 órától 8 óráig itt voltam a helyszínen, volt egy motoros baleset, de nem ettől volt, ez följebb volt az iskola előtt, ez teljesen más jellegű volt ez a baleset, tehát köze nem volt a forgalmi változáshoz, úgyhogy úgy gondolom, hogy jól csináltunk, és ettől kezdve nem lesz itt forgalmi dugó. Az átalakítás pár 100 000 forintba került. A képviselő elmondása szerint Szekszárdon még több olyan rész van, ahol kialakulnak torlódások, de ezeknél a szakaszoknál a problémákra nincs egyszerű megoldás. Az egyik ilyen kaotikus helyzet a Kadarka utca vége, a Rákóczi utca Kadarka keresztülés. Ott többféle ötletelés volt már, körforgalom, forgalmi irányító lámpa, nem tudom melyik a jó megoldás, tehát ez nem ilyen egyszerű, mint ez. A másik, ahol változtattunk néhány éve, az is az én ötletem volt, a múzeumnál egy balra kanyarodó sáv, vagyis nem balra kanyarodó sáv, hanem hogy egyenesen is lehessen menni a balra kanyarodóból a Mészáros Lázár utcán, az is bevált. Tehát az is működik, és ott is csak egy igazi festés és egy lámpa piktogram volt az ára az egésznek. Úgyhogy bízom benne, hogy ilyeneket még ha találunk, akkor megtesszük, de nem látok több ilyet.
A lakosság részéről a közösségi médiában vegyes visszajelzések érkeztek. Többen úgy vélekedtek, a sávok szokatlanok lesznek az autósoknak, mások szerint az eddigi hosszú sorok miatt szükségszerű volt a forgalom átalakítása. A Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság megtartotta az önkéntes és önkormányzati tűzoltók számára szervezett második féléves konferenciáját. A meghívottak egy előadás sorozat alkalmával széleskörűen tájékozottak a szervezeteket érintő fontosabb témakörökben. Ezek az önkéntesek részéről az ifjúsággal utánpótlás neveléssel, míg a hivatásos tűzoltók részéről a pályázati lehetőségekkel kapcsolatos elvárásokat foglalták össze. A rendezvényt Balázs Gábor tűzoltó, dandártábornok, a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója nyitotta meg. Beszédében a hivatásos tűzoltóságok és az önkéntesek együttműködésének jelentőségét hangsúlyozta. A dombovári rendőrkapitányságon tanácskozást tartottak a város és a környező települések vezetői, valamint a rendőrséggel együttműködő szervezetek képviselői. Bognár Szilveszter rendőr ezredes ismertette az évben eddig elért eredményeket. Ezt követően a szakterületek vezetői tájékoztatták a megjelenteket a járás 2023-as év első 11 hónapjának közbiztonsági, közlekedési és bűnügyi helyzetéről. Ezután kötetlen beszélgetés keretében vitatták meg a települések életének rendőrséget is érintő mindennapjait. A mai nap lehet utoljára szavazni a Tolna vármegyei szakképzési centrumhoz tartozó iskolák diákainak szakbemutató kisfilmjeire. Az alkotásokat a közösségi médiában lehet megtekinteni. A videópályázaton közönségdíjat kap a legnépszerűbb projekt. Élő adventi naptárrá változik a település Kétyen, ahol a házak ablakait ünnepi fénybe és díszbe öltöztetik, számmal jelölve a napokat december 1-től karácsonyig. A várakozás izgalma igazi közösségi élményé válik. Testi-lelki egészséget szolgáló program lehet ilyenkor az esti séta lakóhelyeik utcáin. Advent időszakában élő adventi kalendárium ablakok nyílnak két településén. Az adventi ablakok díszítésével arra gondoltunk, hogy községünket még szebbé tegyük. Minden nap, december 1-től 24 napon keresztül egy családi ház ablakának a képét kérjük, így a községünket még szebbé tudjuk tenni, hangolódunk az ünnepekre már a gyerekekkel, családokkal együtt. A kezdeményezés lényege, hogy december 1-e és 24-e között minden nap más háznál díszítenek fel az ott lakók egy ablakot. A családok készítik el otthon, mindig más és más dekorációt látunk, valaki fényekkel díszíti ki, valaki papírból vágja ki, vagy manókat, esetleg hópelyheket készítenek, és ezért is gondoltunk, hogy mindig más és más legyen, így esténként a faluba is lehet menni, és meg lehet tekinteni őket. Így minden este újabb feldíszített ablak borul ünnepi fénybe egészen szent estéig, mintha az adventi naptár ablakait nyitnák ki. A faluban élők reménykednek, hogy hagyományteremtő lesz a kezdeményezés a következő években is, és együtt gyönyörködhetnek az ünnepi díszben öltöztetett fényekben. Regionális híreink következtek. Változott a minimálbér, garantált bérminimum, az adószámításra is hatnak az új összegek. Arany kézművek boltja, megújult Kelevíz büszkesége. Rendőr Mikulás járt a pécsi kapitányságon, egy közlekedési program résztvevőit szórakoztatták. A minimál bér és a garantált bérminimum új összege hatással van több adózási értékhatárra, mondta a NAV baranyai sajtóreferenses tábunknak. Mint ismert, december 1-től kell a megemelt összegekkel kalkulálni, így az adózók fizetési kötelezettségére is hatással van az összeg decembertől. December 1-től érvényesek a magasabb minimálbér és garantált bérminimum összegei. Ezek befolyással vannak az adónemekre is, ami változást jelent a számításukban, mondja a NAV baranyai sajtóreferense.
Az adózási jogszabályok jelentős részében a január 1-én érvényes minimálbér és garantált bérminimum összegével kell számolni. Vannak azonban olyan adónemek, amelyeknél a tárgyhavi minimálbér, illetve garantált bérminimum összege az irányadó. Ilyen például a szociális hozzájárulási adó, a TB járulék, vagy pedig az ECHO. Barlai Krisztina ez alapján mondta el, hogyan változik például a szociális hozzájárulási adó. A szociális hozzájárulási adónál a tárgyhó első napján érvényes minimálbért, illetve garantált bérminimumot kell a számoláshoz használni. Tehát így 2023. decemberében már az új minimálbérrel, illetve az új garantált bérminimum összeggel kell számolni. A mostani decemberi TB járulék megállapításakor minimálbérként 266.800 forintot, vagy szakképzettséget igénylő főtevékenységnél a garantált bérminimum havi összegét, azaz 326.000 forintot kell alapul venni. Ha a magánszemély munkaviszonyban folytat ECHO választásra jogosító tevékenységet, akkor a munkáltató idén decemberben a kifizetett munkabérnek a hónap első napján érvényes minimálbért, vagyis a 266.800 forintot meghaladó összegre veheti figyelembe az ECHO-s nyilatkozatot. Az egyszerűsített foglalkoztatás esetén is az új minimálbér és az új garantált bérminimum befolyásolja a közteher, illetve a nyugdíj alapszámításának az összegét is. A közteher összege december 1-től mezőgazdasági idény munka esetén 1300 forint, alkalmi munkavállalás esetén 2700 forint. Filmipari statiszta esetén 8000 forint, mondja a sajtóreferens. A nyugellátás számítási alapja is változik december 1-től. További információkat az adóhivatal elérhetőségén kaphatnak az érdeklődők. Megújult környezetben és teljesen felújított épületben várja a vásárlókat a Kelevízi Arany kézművek boltja. A kis üzletet 5 évvel ezelőtt nyitották meg, hogy bemutassák közmunkás kosárfonóik munkáit. Az épületet 73 millió forint topos pályázatból újították fel. Fonott kosarak, rongyszőnyegek, füstölt áru, savanyúság, szörpök, kézműves sajtok, zöldségfélék. Több település közfoglalkoztatásból származó termékeinek is helyet ad a kis üzlet. Kelevízen 15 embernek biztosít folyamatos munkát a közfoglalkoztatási program. Kötik a kosarat, de ilyenkor indul el nálunk a vesszőnek az aratása, mert ugye most érik meg, és azt most kell vágni. Egy hektár területen termelünk amerikai nemes fűzvesszőt, és azt, hát 20 ezer tő, és azt kézzel kell levágni, úgyhogy nálunk ez most indult be. Mellette ugye hát történik a kosárfonás, illetve a varodába készülnek a csodálatos kosárbélések, a téli már megismert sálak, karácsonyi terítők, és ugye tavaly bővült a programunk a szublimációs termékekkel, ezek a nyomtatott, úgymond hőtechnikai nyomtatott termékek. Nagyon sikeres volt a Mikulás zsák projektünk most, nagyon sok kisgyereknek hoz örömet, remélem a mai nap. A közfoglalkoztatási programban a Belügyminisztérium 6 évvel ezelőtt szintet lépett, és olyan programot indított, amelyben jellemzően az élelmiszerfeldolgozási kapacitás létrehozását és bővítését célozta meg, és ezt is meg tudták ugrani a települési önkormányzatok, hangsúlyozta Réti Pál helyettes államtitkára megnyitón. Hozzátette, majd elindult a hátrányos helyzetű települések gazdaságélénkítő programja is, amelyben most már 150 település vesz részt, Kelevíz már a kezdetektől nem is akármilyen eredményekkel. A Belügyminisztérium évek óta, tehát 2012 óta díjazza a közfoglalkoztatásban kiváló eredményeket elért és mintaértékű eredményeket elért települési önkormányzatokat és közfoglalkoztatókat, nem kizárólag települési önkormányzatokat, hanem egyéb más közfoglalkoztatókat is, és az sem véletlen, hogy Kelevíz egyébként 2017-ben és 2021-ben kapott Start Plus díjazást, ami nyilván anyagi forrásokkal is jár, amelyet a közfoglalkoztatási programjaiba használták föl. Tehát nincsen túlságosan nagy számosság azoknak a településeknek, akik kétszer is elnyerték ezt a díjat. Kelevíz ezek közé tartozik. A hátrányos helyzetű települések gazdaságélénkítő programjának köszönhetően elindítása óta 351 munkahely létesült, amelyet a kormány 18 milliárd forinttal támogatott.
Rendőr Mikulás elnevezéssel rendezvényt tartottak a pécsi rendőrkapitányságon. Azoknak a gyerekeknek szólt a játékos és ajándékosztó délután, akik részt vettek a Közlekedjünk Együtt, Vigyázzunk Egymásra programban. Pécsről és a környező településekről 50 iskolából egy-egy tanuló képviselte intézményét. Az ismeretek rögzültek, a tudás megmaradt, a gyakorlatban működik is. Ez a második osztályos kisfiú is részt vett a Közlekedjünk Együtt, Védjük Egymást közlekedésbiztonsági programban. Most éppen Mikulásos rajzot készít, de közben velünk is beszélget. Csináltuk azt elsőbe, hogy kiment három kisgyerek, és kettő volt a kocsi, és egy a átkelő, és kétszer át jobbra nézett, és egyszer meg balra. A Közlekedjünk Együtt, Vigyázzunk Egymásra program 5 éve zajlik a pécsi és környékbeli iskolákban. Az Apáczai Nevelési Központ 2. számú általános iskolája és kezdetektől fogva a KEVE program részese. Itt 176 gyereket érint ez a közbiztonsági program. Az oktatási intézményben a közlekedési ismereteket, szabályokat minden évben tanterv, tanmenet szerint oktatják a pedagógusok az alsó évfolyam tanulóinak. Havonta egy alkalommal egy rendőralezetes érkezik és tájékozódik, mennyi ismeretet sajátítottak el a gyerek, mondta Megyesi Antal intézményvezető. Tehát gyakorlati feladatokat is kapnak, hiszen ott a környékünk, tehát a mi intézményünkben ezt úgy csináljuk, hogy kimegyünk akár a Krisztina tér irányában, a Maléterpál utcára, ami egy forgalmas utcakat, ott a gyalogátkelő helyen való közlekedést és gyakoroljuk meg a különböző a jelzéseket, útjelző táblákat, közlekedési lámpák váltását, tehát ezeket is gyakorlatban is megtanítjuk a gyerekeknek. Persze a rendőr Mikulás is szót kapott ezen a különleges napon. Igencsak jól informált volt, ami a KEVE programot illeti. Azokkal a szabályokkal ismerkednek meg, amelyek fontosak ahhoz, hogy elkerüljék, hogy közlekedési balesetet szenvedjenek, biztonságos közlekedés szabályait tanulják meg. Azoknak a gyerekeknek tartunk ma itt egy Mikulás napi ünnepséget, ahol én meghívást kaptam. Minden osztályból, ebből az 50 osztályból, amit említettem, egy fő képviseli az adott osztályát. És ők kapnak tőlem ajándékot, illetve a rendőrség is részükre átad, a Baleset Megelőzési Bizottság. A Rendőr Mikulás rendezvényt a pécsi rendőrkapitánysága a Pécsváros Baleset Megelőzési Bizottsággal együtt valósította meg. Támogató a Pécs Baranya Közbiztonsági Alapítvány. Végül mutatjuk Tolna vármegye legfontosabb híreit, még egyszer, röviden. Bátrak ligája, honvédelmi verseny Dombóváron. Jó tanuló, jó sportoló, a kiemelkedő teljesítményeket díjazták Tolnán. Megváltozott forgalmi sávok, torlódások miatt volt szükséges az intézkedés. Fénylő ablakok nyílnak, világító adventi kalendárium. Szombaton az ország túlnyomó részén erősen felhős idő ígérkezik. Átmeneti napsütésre nagyobb esélye a Dunántúlon a délutáni órákban van. Helyenként tartósabban megmaradhat a köd. Csapadék általában nem hullik, gyenge marad a légmozgás. Friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!